Szeptember 2-a, 7. családi piknik itt a Veselényi tó partján. 7. alkalommal rendezik meg szeptember első szombatján a családi pikniket. Az eseményt ezúttal is a Veselényi tó partjánál rendezik meg, ahol többek között gyermekhorgászverseny és Piton Magic Show várja a megjelenteket. Kunya István főszervező a hétfő délután tartott helyszíni sajtótájékoztatón kiemelte, az esemény üzenete évről évre változatlan. Ez pedig az, hogy szenteljenek egy napot a baráti közösségek erősítésének. A program egyik fő eseménye az a főzőverseny lesz, melyen ezúttal is egy hagyományos magyar ételt, a lecsót kell elkészíteni. Ehhez a csapatok számára biztosítanak 5 kg paprikát, 3 kg paradicsomot és 2 kg hagymát. Emellett ivóvizet, tűzteret és tűzifát is kapnak, akik vállalják, hogy beneveznek a versenyre. Főzőverseny keretében természetesen meg tudják mutatni a kiváló szakács jelöltek, hogy ki milyen lecsót fog készíteni, ugyanis megint lecsófőző verseny lesz közkívánatra. Reményeim szerint ismételten el fogjuk érni a 50 versenyző csapatot, tehát az azt jelenti, hogy 50 és 60 csapat között számítok most jelenleg. Mindig nagyon jó hangulat szokott lenni, számtalan kísérő rendezvénnyel, és egy olyan, reményünk szerint az időjárás is nekünk kedvez, egy olyan jó hangulatú, kellemes időt tudunk eltölteni itt a tópartján, ami megmondom őszintén nagyon hiányzik az embereknek, és nagyon várják. A családi piknik a közösségerősítés mellett a helyi értékeknek is teret ad. A Gyulai Kert és Tanya Tulajdonosok Egyesülete a tavalyihoz hasonlóan idén is csatlakozik a programhoz, ahol ismét a kézműves és helyi termékek bemutatóját, vásárát rendezik meg. Itt fognak találkozni süteménykészítőkkel, mézesekkel, kecskesajtkészítő, tejensajtkészítő, ezek mind különböző személyiségek. Lesz, aki lézertechnikával lép elő, díszeket árul, lesz olyan, aki csili szószt árul. Nyíri Mihály kiemelte, a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a kézműves, helyi termékek iránt. A szeptember 2-ai rendezvényt a zenei programok mellett labdarúgó mérkőzések színesítik.